Idén júliusban immáron 17 éve vált a Dudás Miklós görögkatolikus két tanítási nyelvű általános iskola és alapfokú művészeti iskola egy nagyon különleges alkotóműhelyé. Egy élőzenés jógaórát látunk, ami már önmagában hordoz valamiféle nagyon bensőséges hangulatot. A tábori rend az elmúlt 17 évben nemigen változott. A gyerekek nagy része visszatérő táborozó. A 17 év alatt kikristályosodott úgy ez a tábor, hogy nagyon nem kellett változtatni, mert a rendszer szerintem arra, hogy szakmai táborként működjön, arra tökéletesen épült fel. Délelőtt órák vannak, színészmesterség, beszédtechnika, énekhangképzés, színpadi mozgás, ezeket mindet szakemberek vezetik, tehát úgy forognak a gyerekek, rotációban mennek egyik teremről a másikra, és dolgoznak 50 perces tanórákkal tulajdonképpen. A tábort a fiatalok maguk között csak munkatáborként emlegetik, mégis elmondásuk szerint azért dolgoznak keményen évközben, hogy a szüleik elengedjék őket Mária Pócsra. Nagyidai Gergő 16 éve része a tábor életének, és azt mondja, mindig bebizonyosodik, hogy megéri a fáradozás, és a gyerekek a bemutató után életre szóló élményekkel térnek haza. Írtózatos tempót veszünk, az azért tény. A tábor rendjének nem tudunk ugye ellene menni, tehát nem tudjuk átírni a tábori programot, így hát azért kénytelenek vagyunk egészen későig dolgozni, de ugye ez az áldozat, amit a srácok meghoznak, és azok, akik már régi táborozók is tudják ezt, azok kőkeményen mennek bele az éjszakai próbába. Úgyhogy ilyenkor próbáljuk meggyőzni a kezdőket, akik újonnan érkeznek, hogy érdemes végig küzdeni ezt, mert ami szombaton történik, az pedig pótolhatatlan és utánozhatatlan élmény. A szakmai órákon kívül a táborban szoros barátságok is köttetnek. A fiatalok elmondása szerint senki nem marad magára. A hely és a környezet befogadó és elfogadó. Ez volt az első benyomás, hogy jelképesen megfogták a kezemet, és ebbe a világba bevezettek. Én egyébként aggódtam, hogy hát most én vagyok az egyedüli, aki nem volt senki, nem volt kapaszkodási pont. De oda jöttek, és nyíltan, és beszéltek, és nevettünk, és jó volt, és együtt voltunk, és ez ami hiányzik az életből. Nem minden táborozóból válik előadó művész. Mégis nagyon büszkék arra, hogy innen a táborból sokan kerültek ki olyanok, akik a művészpályán maradtak, és nyertek felvételt színművészeti egyetemekre. Igen.